Átadták a 2010-ben Afganisztánban hősi halált halt Kolozsvári György posztumusz hadnagy nevét viselő multifunkcionális sportcsarnokot, amelyet a Klapka György lövészdandár katonái vehettek birtokukba. A sportcsarnok átadásán és a névadó emléktáblájának avatásán elmondott beszédében Benkő Tibor hangsúlyozta, építik a jövőt, amely magába foglalja a honvédelmi és haderőfejlesztési program beszerzéseit és a katonák felkészülését támogató objektumok létesítését. Én azt mondom, hogy a jövőt építjük, szolgáljuk a jelent és építjük a jövőt, és hogy mit jelent ez a magyar honvédség életében, hogy most itt vagyunk Tatán, az egyik legnagyobb beruházás helyszínén, hiszen itt a honvédelmi haderőfejlesztési program keretében érkeznek most már a technikai eszközök, és azt mondtuk, hogy mire a technikai eszközök megérkeznek, addigra az infrastruktúrát is megteremtjük hozzá. Tehát a hangárok készülnek az elhelyezési objektumok, hiszen a katonáknak is korszerű elhelyezési feltételeket kell teremteni. Lehet mondani, hogy ez a laktanya teljes egészében megújul. Ha szétnézünk, akkor láthatjuk, eddig beszéltem a hangárokról, a telephelyről, beszéltem az elhelyezési körletekről. Most itt mögöttünk egy sportcsarnok átadásán vagyunk jelen, tőlünk jobbra és hátrébb, ott pedig kész az a logisztikai bázis. Tehát a jövőt érintően azt lehet mondani, hogy a 21. század kihívásainak megfelelő honvédséghez egy 21. század elhelyezési feltételeket kívánunk teremteni. A tatai dandár multifunkcionális sportcsarnokának felújításában és az eszközök beszerzésében az alakulat és a honvédelmi miniszter fogott össze. Ennek a támogatásnak köszönhetően kezdődtek meg a munkálatok 2020-ban. A sportcsarnok az úgy indult, mint a dandárnak a saját projektje, ugye, mint egy 40 éve nem üzemel már a úgynevezett régi tornaterem, és már amikor hadnagy voltam, akkor is egy rossz érzés volt, hogy elhelyezési raktárnak használunk egy olyan épületet, ami annak idején tornacsarnoknak épült, tatai katonáknak pedig nem volt hol sportolniuk télen. És amikor az ember hadnagy, akkor mindig azt mondja, hogy na majd, ha tábornok lesznek, akkor megváltoztatom, és hát az a szerencseért, hogy meg tudtam változtatni, az előjáró támogatta azt a törekvést, amiben az első 50 millió forintunkat beletettük, és így jöhetett létre az, hogy tulajdonképpen egy teljes felújítással létrejött a tatai dandár multifunkciós sportcsarnoka, teljes tetőszigeteléssel, tetőátalakítással, külső-belső átalakítással, légkondicionálással, vizesblokkal, mindennel, hangosítással. Tehát azt gondolom, hogy valóban egy 21. századi tornacsarnokot hoztunk létre. Magyar Honvédség egyik legkorszerűbb tornacsarnoka ez most. A Kolozsvári György sportcsarnok sokrétűsége azon felül, hogy eszközparkját egyszerre akár 40-50 fő is használni tudja. Abban is megmutatkozik, hogy a katonai szolgálathoz szükséges általános fizikai képességek mindegyikének fejlesztésére alkalmas. Erről Ruszinszendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is személyesen győződött meg. We'll be right back.